Véget ért az első fél év, tovább tanulásnál is fontosak az eredmények. Ismét Fiókki mit tud a Flash központban. Ötödik alkalommal várták a tehetségeket. Diptihonok, triptihonok, új kiállítás nyílt a Flash központban. Köszöntöm Önöket, a Moson-Magyaróvári Városi Televízió híradóját látják. Hivatalosan is véget ért a 2017-2018-as tanév első fél éve az oktatási intézményekben, a diákok pedig hamarosan megkapják az eredményeket is. Leginkább a 8. és a 12. osztályosokat érinti a fél évi zárás. A középiskolai tanulás szempontjából talán az egyik legfontosabb állomáshoz érkeztek el a 8-as tanulók, ugyanis január 26-án pénteken hivatalosan is véget ért a 2017-2018-as tanév első fél éve. A végzős általános iskolai diákok január 20-án megírták a központi felvételit, a fél évi eredmények pedig szintén beleszámítanak a továbbtanulásba. Március folyamán kijön a felvételi jegyzék, amely alapján még két napjuk lesz, március 21-22, amikor módosíthatnak ezen a sorrenden, és végül az egész felvételi eljárás majd április vége felé zárul le, ekkor értesítik ki az intézmények, hogy felvették a tanulókat. A Bújai iskolában jelenleg 2-8. Osztály van, a diákok pedig igyekeznek a legjobb eredményeket elérni, hogy az általuk kiválasztott középiskolában folytathassák tanulmányaikat. A tapasztalatok szerint sokan választják a Moson-Magyaróvári és a Győri középiskolákat, de vannak olyan diákok is, akik 8 év után tovább maradnának a Bújaiban. Sokat gondolkoztam, hogy melyik iskolába szeretnék menni, de aztán gondoltam, hogy ide szeretnék, mert itt tanultam már 8 éve, és tudom, hogy ez egy nagyon jó iskola. Nagyon sokat segített édesanyám és a tanáraim. Mind hajtottak, hogy minél jobb teljesítményt nyújtsak, és a felvételire is így segítettek felkészülni. Már szeptember óta készültünk rá, hogy minél jobb legyen, és hogy abba az iskolába tudjak menni, ahova mindig is szerettem volna. Az iskolák február 2-ig péntekig értesítik a tanulókat, illetve a kiskorú tanulók szüleit az első fél évben elért tanulmányi eredményekről. A továbbtanulás előtt állók pedig február 19-ig nyújthatják be jelentkezésüket a középiskolákba. Ötödik alkalommal szervezték meg szombaton a Fiókki mit tudott a Flash központban. Ezúttal mintegy 90 versenyző 25 produkcióval állt színpadra. Mikor azt hittük, hogy végleg megérkeztünk, mikor azt hittük, hogy elmúlt, s nem jön több vihar. A Hírviár helyi zenekar fellépésével vette kezdetét szombat délután a Fiókki mit tud a Flash központban. Az eseményt egy év kihagyás után idén 5. alkalommal szervezték meg, aminek elsődleges célja, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítsanak elsősorban tehetséges fiataloknak. A jelentkezőket idén 4 kategóriában várták a szervezők, így ének. Rap. Megyek az úton lassan, minden léptem kórus, az a fajta vagyok, kibe ellentétes minden pólus. Ha kinyílik a szelence, majd kiszabadul síva, és ott hagyja a lábnyomait a sorokat írva. Tánc. Ain't nobody loves me better, makes me happy, makes me feel this way. Ain't nobody loves me better than you. És egyéb kategóriákban bizonyíthatták tehetségüket a résztvevők. Az ötödik Fiókki mit tudott szerveztük meg itt a Flash központban. 25 produkció mutathatta meg magát, mérethette meg magát itt a nézők és a zsűri előtt. 3-tagos zsűrink volt, a zsűri elnöke Csorba Lóránt volt, továbbá volt még Blahovics Márta és Augstner Bianca. Próbáltuk úgy összeállítani a zsűrit, hogy minden kategóriának megjelen a megfelelő szakembere, és úgy érzem így a rendezvény végén, hogy sikerült is összeraknunk egy olyan jó kis csapatot, akik nagyon könnyen meg tudták egymást érteni.
A zsűrinek pedig nem volt könnyű dolga, hiszen a délután alatt mintegy 90 versenyző 25 produkcióval lépett színpadra. Zsűri elnökként egy igazán nemes feladat volt ezt a Kimi tudott végig zsűrizni, és megnézni ezt a 25 produkciót, tehát tényleg nagyon széles a skála, viszontosan örülök, hogy Moson Magyaróvár ezek szerint egy táncoslábú város, és táncában él a nemzet, mondhatnám. Az énekesek között is ugye már volt olyan, akit láttam korábban a Vármegye Hangja Fesztiválon, és akkor most pedig ismét megmutathatta azt, hogy mit tud, tök érdekes volt látni, hogy ki melyik irányba halad, hogy inkább a lírai dalok felé húz, vagy pedig próbál egy új arcokat mutatni, megnyitni. A verseny végén aztán minden kategóriában első, második, illetve harmadik helyet hirdettek, de kiosztották a közönségdíjat is, és két külön díjast is választott a zsűri. Legjobbnak idén a Soulfire tánccsoport bizonyult, akik nem csak kategóriájukban győzedelmeskedtek, hanem a közönségdíjat is elnyerték. Nagyon sokan vagyunk, és hát igazából nagyon összetartunk, és hát... Milyen táncot táncoltok? Mi a fő profilotok? Balett. És hát egy kicsit ilyen ritmikusabb tánc. Modern tánc, igen. Mesélj nekem kicsit arról, hogy milyen érzés ma itt díjazottnak lenni. Hú, nagyon-nagyon jó érzés. Őszintén megmondom, amikor feljöttem a díjért, én majdnem elsírtam magamat. Nagyon meglepődtünk, hogy elsők lettünk. Egyáltalán nem számítottunk arra. Miért akkor gyújt rá, amikor a pont a szokté? Miért akkor néz, amikor pont arra turné? Miért ne vett rám olyan jó illattal, nem érdekli? Miért azt a számot kér, a rossz szöveggel énekli? A verseny után aztán a szórakozásé volt a főszerep, ugyanis a Lóci játszik akusztik formációjával lépett színpadra, és még a zsűri tagja is táncra perdültek. Az 5. Fiók ki mit tud teljes műsorát hétvégén televíziónk adásán is megnézhetik. Új kiállítás nyílt a Flash Központ kiállító termében péntek délután. Ezúttal Sárközi Anikó munkáival ismerkedhet meg a közönség közelebbről. A világ Isten szőtte szőnyeg. Mi csak műszerát látjuk itt, és néha legszebb perceinkben a színéből is valamit. A csütörtöki szalon előadásával nyitották meg Sárközi Anikó Diptihonok, Triptihonok című kiállítását pénteken a Flash Központban. Az intézmény minden évben lehetőséget biztosít annak a művésznek egy önálló tárlatra, aki elnyeri az Artflexum téli tárlatának díját. 2017-ben a kitüntetést Sárközi Anikó vehette át, így most az ő munkáival ismerkedhetnek meg a műkedvelők. A megnyitón résztvevőket elsőként Szent Kuti Károly köszöntötte. A víz aranysugaras csillogásától, a fények játékától, a sima víztükrödéstől eljutott a mélyen zajló sötét és komoly folyamatok érzékeléséig is. Persze ennek megvannak, tudod te is, a veszélyeim. Ha az ember elég erős hozzá, az örvényben utazás felszabadító hatású, a víz alatti mesevilág csodálatos felfedezés lehet, de ha gyenge, a lélek halálos élménye is vár. A kiállítást hivatalosan Kövesdi Mónika nyitotta meg, aki elmondta, a Sárközi Anikó műtermében készült vásznak az absztrakció megszületésének klasszikus folyamatát járják be. A festményeken többi közt az ellentétek küzdelmét és a színek örök mozgását láthatjuk. Egymás mellett küzdenek hideg és meleg színek, tiszta és kevert színek és árnyalatok. Talán ez a legfontosabb eleme Anikó képeinek, a színek csatája, a kontrasztos színek küzdelme, amely a fény és sötétség mitológiai harcát idézi fel, s valóban a fény megszületésének, diadalra jutásának, vagy a sötétséggel vívott örök küzdelmének lehetünk itt tanulni. A kiállítás összesen 19 alkotást tartalmaz, amik az elmúlt 5 évben készültek. A 2, illetve 3 részes olajfestményeket főként a természet ihlette. Az alkotások témája a víz és a vízpart találkozása, a víz és annak tükröződései, melyeket a művész a fények és a színek játékával ábrázol. Én is festek, tehát valamennyire a valóság nyomán, de igen, igyekszem egy kicsit elvonatkoztatni mindezt, tehát igen, valamennyire beleviszek egy kis fantáziát is, emlékképeket, igyekszem ugye a színeket valamennyire leszűkíteni, illetve csak egy-két színre korlátozni egy-egy munkát, és azzal visszaadni annak a képnek a hangulatát, tájnak a hangulatát. Az új alkotások folyamatosan készülnek. Sárközi Anikó következő kiállítását előreláthatólag márciusban nyitják majd meg Győrben. A Diptihonok, Triptihonok című kiállítás pedig egészen február 10-ig tekinthető meg a Flash Központ kiállító termében.
Hivatalosan is átadták pénteken az M1-es autópályán, Mosonmagyaróvárnál a közelmúltban elkészült tengelysúlymérő ékerállomást, olvasható a mosonvármegye.net oldalon. A létesítmény elsődleges célja, hogy az M1-es autópályán ki lehessen szűrni a túlterhelt, és ezáltal mind az út pálya szerkezetére, mind a többi közlekedőre veszélyt jelentő teherautókat. Az ünnepségen jelen volt Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára, a térség országgyűlési képviselője, Széles Sándor Győr-Moson-Sopron megye kormány megbízottja, és Kertesi Tamás, a NIV ZRT műszaki igazgatója. Az M1-es autópálya teherforgalma az elmúlt években jelentősen megnőtt. Közlekedésbiztonsági szempontok, valamint a fuvarozók versenyegyenlőségének elősegítésének céljából szükségessé vált a tehergépjárművek tengelyterhelésének vizsgálata ezen a szakaszon. A lajtapihenő átépítése után alkalmassá vált a nehéz forgalom ellenőrzésre. Az EU-Fire Mosonmagyaróvár újabb sikeres kupa szereplésen van túl, hiszen a Hajdunánáson tartott háromnapos torna döntőjében is magabiztosan 30-15-re nyert a Kozár Michelin ellen, tájékoztatott az MKC honlapján. Bognár Róbert, az MKC vezetőedzője elmondta, nagyon egyértelmű mérkőzés volt a Kozár Michelinnyel, ami azért is pozitív jel, mert két hét múlva a bajnokságban újra találkoznak a csapattal. Röviden a keddi időjárásról. Egy hideg front éri el térségünket, aminek következtében feltámad a nyugat-észak-nyugati szél. Környékünkön jelentős csapadékra nincs kilátás. Napközben plusz 10 fokot mérhetünk. Kedves nézőink, mai hírhátterünk vendége Szitás László, a MAC vezetőedzője. Ezután válogatást nézhetnek meg archívumunkból. Friss hírekkel legközelebb kedden 19 órakor várjuk Önöket. Viszontlátásra!